tűzifát a rászorulóknak, szociális tüzelőanyag pályázaton nyert több önkormányzat. Hőkamerás drónt vásárolt a katasztrófavédelem, eltűnt személyek felkutatásában segíthet az új eszköz. 2 kilométertől az ultramaratonig országos bajnokságot rendeznek Békés Csabán. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Több mint 2000 önkormányzat nyert a belügyminisztérium által meghirdetett szociális tüzelőpályázaton. A nyerteseknek február 15-éig kell kiszállítaniuk a tüzelőanyagot a településükön élő rászorulók számára. Az elbírálásnál figyelembe vették a 2015-ben alkalmazott közfoglalkoztatottak átlagos számát, valamint az ott élő 80 évesnél idősebbeket is. A plusz forrásból a települések tűzifát, illetve egyes önkormányzatok barna kőszenet vásárolhatnak. Az önkormányzatoknak az egyik fontos feladata a szociális feladatai közül az, hogy a lakhatást segítse a polgáraiknak. Fontos feladatuk az, hogy a téli tüzelőanyagbeszerzésben segítsék a lakosságot. 2011-ben a belügyminiszter úr úgy döntött, hogy az 5000 lakosnál kisebb településeken, azon túlmenően, hogy az önkormányzati törvény előírja az önkormányzatoknak ezt a feladatot, azon túlmenően, hogy a feladatfinanszírozás a szociális feladatok között biztosít forrást a téli lakásfenntartás feladatainak az elősegítésére. Ezen túlmenően a belügyminisztérium elindított egy programot, melynek során az 5000 lakosnál kisebb településekre támogatási összeget biztosít. A GyedExtra 3 évvel ezelőtti bevezetése mérföldkő volt a családtámogatásokban, mondta a Család, Ifjúság és Nemzetközi Ügyekért felelős államtitkár pénteki budapesti sajtótájékoztatóján. Novák Katalin közölte, a GyedExtra bevezetésének évében 2014-ben 47 ezeren, 2015-ben 59 ezeren, tavaly pedig már 70 ezeren igényelték ezt a támogatási lehetőséget. Az államtitkár úgy fogalmazott, a GyedExtra a választás szabadságát nyújtja a kisgyermeket vagy gyermekeket nevelő családoknak, és emlékeztetett arra, hogy 2010-ben a polgári kormány állította vissza a 3 éves gyest, ami szintén fontos lépés volt a családtámogatásokban. Hangsúlyozta, a cél az, hogy Magyarország valóban családbarát legyen, és ehhez nyújt segítséget a GyedExtra is. Egyúttal kiemelte, a minimálbér 15%-os emelésével még több pénzhez jutnak a családok, hiszen így a GyED 23 ezer forinttal emelkedik, a bruttó plafon 178.500 forint lesz, ami 84 ezer családnak nyújt segítséget. Elmondta, 2013-hoz képest 2016-ban 32 milliárd forinttal többet költött a kormány a GyES, GyED és a csecsemőgondozási díj támogatásokra. A GyedExtra egy olyan intézkedés, amely lehetőséget kínál, amely a választásnak a szabadságát adja meg. A GyedExtra támogatja azokat az édesanyákat, akik a kisgyermekeikkel otthon maradnak, de támogatja azokat a szülőket is, akik a gyermeknevelés mellett visszatérnek a munkaerőpiacra, illetve azokat az édesanyákat is, akik gyors egymás utánban vállalnak gyermekeket, tehát azokat a családokat, ahol kiskorkülönbséggel születnek a gyermekek. A Szegedi Tudományegyetem is szóba került a békéscsabai felsőoktatás megújítását célzó törekvések között. A Szent István Egyetem vezetői új képzéseket szeretnének megteremteni a megyeszékhelyen. Az egyeztetések folyamatosak, legutóbb szerdán tartottak közoktatási kerekasztal beszélgetést a békéscsabai szakképzési centrumban. Az elmúlt 5 évben óriási hallgatói létszámcsökkenés következett be a Szent István Egyetem békéscsabai kampuszán, fogalmazott a megbízott dékán. Futó Zoltán elmondta, sokkal kevesebben 1100-1200 fő helyett 330-340 fő jelentkezik a magas pontszámú pénzügyi és közgazdaságtani jellegű szakokra. A várossal együtt dolgoznak a probléma megoldásán. Mi megkerestük a várost, partnerséget találtunk benne, és megnyugtatásul lehet mondani, hogy azon dolgozunk, és folyamatosan egyeztetünk, tárgyalunk arról, hogy hogyan lehet megújítani Békéscsabán a felsőoktatási képzést. A szakember elmondta, valószínűleg bővülni és változni fog a mostani képzési paletta, és ebben nem csak a Szent István Egyetem vehet részt, utalva a Szegedi Tudományegyetemmel történő tárgyalásokra. Kis Tibor elmondta, a Szegedi Tudományegyetemmel közösen konzorciumi partnerként egy olyan anyagot készített az egyetem, mely alapja lehet a megújulásnak. Terveink szerint a Szent István Egyetemnek a tevékenységét a Szegedi Tudományegyetem szépen lassan átveszi. Ezek azok a tervek, amelyeket próbálunk most mederbe koordinálni különböző egyeztetéseken.
Ha a Szegedi Tudományegyetem átveszi az itteni feladatokat, az azt jelenti, hogy a pénzügyi és gazdasági szakok helyett a térségre jellemző műszaki képzésekre összpontosítanának az iskolában. Ezeket a törekvéseket a Modern Városok programban a kormány is támogatja. Hőkamerás drónt szerzett be néhány héttel ezelőtt a Katasztrófavédelmi Igazgatóság több mint 3 millió forint értékben. Az eszköz eltűnt személyek felkutatásában, vagy akár egy katasztrófa sújtotta terület felmérésében is hatalmas segítség lehet. Amit hőkamerát szereltek rá, az egy elég speciális eszköz. Körülbelül 1,5 kilométer lehet a hatótávolsága, mivel ez egy új beszerzés, így pontos adatokkal még nem rendelkezünk. Az elmúlt néhány hétben kezdtük meg az aktív tesztelését a hőkamerának. A szakemberek azt mondják, jól lehet majd alkalmazni a drónt eltűnt személyek felkutatásában, magasból mentésnél, kiterjedt tűzeseteknél. Egy hasonló jellegű teszt már volt a karácsonyi vásáron, ahol egy konténer tűznél állt helyt a hőkamerás drón. Ami meleg, azt nagyon vörösben, az embereket, ugye is magát a konténert nagyon vörösben látjuk. Az eszköznek több beállítása is van. A környezetből a magasabb hőmérsékletű élőlényt, az embert, az állatot is ki tudja emelni. A szakemberek szerint árvízvédelemben is nagyon jól lehet majd hasznosítani. Fel lehet vele mérni a gátnak az aktuális állapotát. Ugye képes a technika arra, hogy élőben közvetítsen, tehát akár a parancsnokok nem kint vannak a gáton, csak a drónkezelők vannak kint, és élőben egy YouTube kapcsolaton keresztül egy online adást tudunk neki biztosítani. A helyszínen a szakértők rögtön elemezni tudják a helyzetet. A körös mentőcsoport országosan is egyedülálló, önkéntesekből és hivatásosokból álló egység. Ők használhatják a nagyértékű drónt. A mentőcsoport a kutatás-mentési, felderítési feladatokon túl számos területen bevethető. A légi felderítési feladatok is e közé tartozik, emellett számos egészségügyi, katasztrófaegészségügyi szolgáltatással bírunk, krízisintervenciós ellátások mellett. A pályázat útján nyert több millió forint értékű hőkamerás drón tesztidőszaka néhány héten belül lezárul. Akkor a szakemberek már biztosan tudják, melyik beállítás, melyik katasztrófa helyzetnél lesz majd a legalkalmasabb. Szilveszterkor nem csupán az új évet köszöntjük, ilyenkor az emberek nagy része újévi fogadalmakat is tesz. A fogyókúra előkelő helyen szerepel a fogadalmak listáján, éppen ezért januárban teltházzal működnek az edzőtermek. A szakemberek szerint a kitűzött cél eléréséhez teljes életmódváltásra és kitartásra van szükség. Az év ezen időszakában megtelnek a különböző edzőtermek azokkal, akik leszeretnének adni a súlyukból. Az egyik barátnőmmel fogadásból október 10-én megfogadtuk, hogy 10 kilót karácsonyig leadunk, 10 hetünk volt rá. Hát ez azért elég rövid idő, azt gondolom. Mindennapos testmozgás volt, illetve szénhidrátot csökkentettük le. Hát nagyon kemény meló volt, de sikerült megcsinálni. Horváth Hajnalka a karácsony előtt megszerzett formáját szeretné megtartani, ezért jár azóta is minden héten legalább 3-szor, de van, hogy akár 5-ször is mozogni. Januárban kezdenek el a legtöbben sportolni. Ilyenkor szinte mindenki megfogadja, hogy az új évben sokkal egészségesebben fog élni. Erre nagyon jó lehetőség a spinning és a spin racing edzések egyike, ahol az emberek teremben edző által vezetett, zenére végzett csoportos gimnasztikát végeznek, amely egy aerob testmozgás, és mindez nagyon, nagyon nagy mértékben járul hozzá a zsírégetéshez. A szakember hozzátette, a rendszeres tesztmozgás mellett oda kell figyelni a helyes táplálkozásra is. Bakos Orsolya, dietetikus szerint a megfelelő testsúly eléréséhez teljes életmódváltásra van szükség. Agyban kell eldönteni, hogy most én igenis mindent megteszek azért, hogy leadjam azt a pár kilót. Kitartás az nagyon fontos, és ez csak akkor működik, hogyha tényleg az ember eldönti, hogy ő most tudatosan fogja ezt az étrendet követni. Valószínű, hogy mindenki tudja, hogy mit követel, milyen hibát követel a mostani étrendjével, és mit kell változtatni. Hogyha nem biztos benne, akkor érdemes szakemberhez fordulni, dietetikusokhoz. A dietetikusok beállítják a megfelelő tápanyagtartalmat a fogyókúrás cél eléréséhez. A szakember felhívta a figyelmet arra is, hogy a testmozgás és a megfelelő diéta minden esetben csak együtt működik.
Szép hagyománya van annak a Jókai Színházban, hogy minden gyerekeknek szóló előadásukhoz játékfelhívást kapcsolnak. A Diótörő és Egér Király című családi musical esetén sem tettek másként. Arra kérték a vállalkozó kedvű kreatív gyerekeket, hogy formázzák meg dióból, dióhéjból a kedvenc szereplőjüket. A színház aulájában látták vendégül a Szebbnél szebb pályaművek készítőit. Patrik Kondorossal érkezett, kicsi megszeppenve szorongatta alkotását, azt mesélte, életében először járt színházban. Mit készítettél? Ő kicsoda? Egér Király. Ő az Egér Király. Virág mezőkovácsházáról jár rendszeresen színházba, már az egér készítő versenyen is részt vett, most pedig a diótörő figuráját készített el. Hosszan sorolta, hogy mit látott eddig a Jókai Színházban. Az Egér Királyt, a Szél Királyt, a diótörőt, a Széttáncolt Cipellőt, meg a Dzsungelkönyvét, meg a Légy jó. Iringónak az egész család segített az alapanyagok felkutatásában. Kivágtunk papírt anyával, aztán kaptunk mamától dióhéjat, meg dióbért. Ő találtam ilyen fonalat, úgy csináltam a pajszát, meg borsból az orrat és a szemét. A hosszú múltra visszatekintő játékra a megye több településéről érkeztek a pályaművek. Mindig valamilyen különleges dolgot kell csinálniuk a gyerekeknek, ami valamiért kapcsolódik a színdarabhoz. Jelen esetben ugye a diótörőről beszélünk, ahol a dióból kellett a gyerekeknek csinálni egy figurát, a kedvenc szereplőjüket kellett megformázni tulajdonképpen. A beérkezett alkotásokat értő zsűri bírálta el, és arra a döntésre jutottak, hogy idén mindenkinek jár az első hely. Erre eddig még nem volt példa. A diátadót a diótörő is megtisztelte jelenlétével. A fogadás végén a gyerekek boldogan fotózkodtak vele. A férfi kézisek hullámzóan teljesítettek ősszel a másodosztályban, a bravúrok mellett meglepő pontvesztések alkotják a féléves mérleget. Papp Bálint együttese ennek megfelelően nem késlekedett sokat, és nekivágott a felkészülésnek. Hazánk legjobb férfi kézisei a franciaországi világbajnokságon kezdték meg a küzdelmeket, mindeközben a klubcsapatoknál sem állt meg teljesen az élet. A békési együttes az őszi küzdelmeket 7 győzelemmel, 1 döntetlennel és 5 vereséggel zárta. Összességében szerintem jól sikerült. Volt egy-két erősebb csapat, aki ellen vereséget szenvedtünk. Többi csapat ellen szerintem jól működött a gépezet. Kezdünk összerázódni, volt egy pár új játékos, akik a nyáron érkeztek, és ők velük is most már kezdünk összerázódni. Aránylag szerintem jól sikerült a őszi szezon. A bajnokság folytatásáig heti 5 edzést vezényel az ősszel vezető edzőként bemutatkozó Papp Bálint. A csapat programját összesen 4 edzőmérkőzés színesíti, amelyeken tovább lehet csiszolni a védekezést, hiszen az élcsapatok közül a békési gárda kapta a legtöbb találatot. Szerintem a támadás ment a csapatnak a legjobban, viszont a legrosszabbul a védekezés és a kapus teljesítmény. Tehát szerintem abban kellene fejlődnünk, hogy gyorsabb lerohanásaink legyenek, több védésünk, amiben majd indulni tudunk. A másodosztály keleti csoportjában sűrű a mezőny. Az Éllovas mögött számos csapat pályázik a dobogós helyekre, köztük a Békés megyei együttes is. Papp Bálint úgy fogalmazott, tavasszal az a cél, hogy érmes pozícióban fejezzék be a küzdelmeket. Ferencváros az kiemelkedik magasan, de a mögötte a 2-től olyan 7.-8. helyig is ezek a csapatok, 5-6 csapat van ott, aki bárkit bárhol képes megverni, ezt láthatjuk, hiszen nagyon sok körbeverés is van. Ha nem lesznek sérüléseink, van egy kis szerencsénk, mert az az igazság, hogy ehhez szerencse is kell, ami ősszel nem igazán volt mellettünk, akkor úgy gondolom, hogy odaérhetünk a harmadik helyre. A békési fiúk február 12-én rögtön nehéz meccsel folytatják a bajnokságot, hiszen a második helyen álló Algyi otthonába látogatnak. Először adhat otthont idén Békés Csaba az országos ultrafutó bajnokságnak, amelyhez kapcsolódóan több távon nemzetközi nyílt versenyt is rendeznek. A csabai nyár programsorozathoz is kötődő megmérettetés különlegessége, hogy a pályát a Belváros utcáin tűzték ki a szervezők. A Békés Csabai Atlétikai Klub Arad partnerségével már 2 évtizede rendezi meg a nemzetközi szupermaratont. A sportünnepen folyamatosan növekszik a létszám. Az esztendőt pedig a szilveszteri gálával jelmezben zárják a futás szerelmesei.
Ezek a versenyek már hagyományosnak számítanak a városban, most azonban egy új viadal kap helyet Békés Csaba sport kínálatában. Hogyha a sport oldalról közelítjük meg, akkor természetesen nem volt még Békés Csabán olyan futóverseny, ami ultramaraton lett volna. Belvárosi futóversenyt képzeltünk el, ilyen sem volt. Még ezzel is próbáljuk a kínálatot színesíteni. Reményeink szerint több százan fognak érkezni, nem csak Magyarországról. Azok, akik eljönnek hozzánk Békés Csaba, itt fognak tölteni vendégészakát. Ezzel is a turizmust fogják növelni. A rendezvény főszervezője Vozár Attila, aki beszámolt arról is, hogy a pályát már hitelesítették, és a szakértők szerint kiváló pálya lesz Békés Csaba belvárosában. Július 22-én reggel 6 órakor este 6-ig fognak folyamatosan futni a versenyzők, lehet egyénivel, lehet csapatba, de hát még azt hozzá kell tenni, hogy lesz 6 órás futóverseny, lesz maraton, félmaraton, és a végén egy 10 kilométer, és végén egy 2 kilométeres versenyről. Tehát mindenki magának távjait saját maga is tudja lefutni, akár 2 kilométeren, vagy akár 12 oroszlán keresztül. A megmérettetéshez egy jótékonysági akció is kapcsolódik. Minden nevezési díj 10%-át a Megyei Központi Kórház Békés Csabai gyermekosztályának adományozzák. Híradónkat látták, további híreinket és videóinkat a behír.hu internetes oldalon találják meg. Köszönöm figyelmüket, további kellemes tévézést kívánok, viszontlátásra!